A titkosszolgálatok már az előző balliberális kormányok idejében is jelezték, hogy nyerőgépekkel mossák tisztára az illegálisan szerzett pénzeiket bizonyos bűnözői csoportok. A 2002 előtt működő parlamenti olajbizottság pedig arról is kapott jelentést, hogy az energolos Portik Tamás neve is felbukkant a szerencsejátékiparban. A Szerencsejáték Szövetség vezetője is elismeri, hogy voltak bűnözők is a soraikban, de szerinte ezért nem kéne felszámolni egy egész iparágat. Pörög a számláló, veszít a játékos. Jellemző kép egy magyar italboltban. A jól jövedelmező ágazat az Alkotmányvédelmi Hivatal jelentése szerint a bűnözői körökben is népszerű volt. A hazai pénznyerőgépek jelentős része az alvilág érdekeltségében állt. A jelentés megállapítja, a bűnöző múltú személyek sok esetben más vállalkozók neve mögé bújva irányították a piacot. A titkosszolgálatok már az előző balliberális kormányok idején is jelezték, hogy nemzetbiztonsági kockázat rejlik a szerencsejátékiparban. Vannak arra utaló nemzetbiztonsági jelentések és vizsgálatok, amely szerint a 2000-es évek közepén és második felében az előző kormány idején kézzelfogható és tapintható volt annak a veszélye, hogy a szerencsejátékipar mögött álló bűnözői körök, gazdasági körök érdemben megpróbálják a politikát befolyásolni. A kormány hétfőn döntött a nyerőautomaták betiltásáról. A parlament nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke is elfogadta az indokokat, de Molnár Zsolt a korábbi vizsgálatok elmaradására nem tud magyarázatot. Igen, ilyen törekvések voltak, hogy az a 2000-es évek vagy korábban, azt nem tudom megerősíteni, de hogy igen, ilyenek voltak, és nagyon bízom benne, hogy nem lesznek. És arról mi a vélemény, hogy korábban miért nem indulhatott vizsgálat? Ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy ha ezekkel kapcsolatos adatok és tények voltak, akkor ezeknek a illetékes nyomozó szervek tudomására jutástól eljárásoknak kellett volna következni, hogy ezek miért nem következtek be, ezzel kapcsolatosan nem kaptunk tájékoztatást. Pedig már 2010 előtt is voltak arról információk, hogy például az Energol vezér Portik Tamás a szerencsejátékiparban is érdekelt lehet. Az olajügyeket vizsgáló parlamenti bizottság tagjait pedig már a 2000-es évek elején úgy tájékoztatták, hogy a milliárdos olajüzletből származó pénzeket a többi között a szerencsejátékiparba mossák tisztára a bűnözők. Hát egyértelmű volt az, hogy azok a pénzek, amik a olajszőkítésből keletkeztek, jelentős részük úgymond újra befektetésre került tiltott tevékenységekbe, jellemzően szerencsejátéküzletágba, éjszakai életbe, kábítószerbe, dohányáruba, jövedéki termékekbe. A Szerencsejáték Szövetség szerint néhány ember miatt nem kellene egy egész iparágat betiltani. Azt azonban a szervezet vezetője is elismerte, hogy a nyerőgépek üzemeltetői között bűnözők is voltak. Lehet, hogy volt. És akkor mi van? Le kell tartóztatni őket, meg kell büntetni, be kell bizonyítani, el kell ítélni. De ezért betiltottak egy ágazatot. A szerencsejáték az akkor van jó helyen a társadalomban, ha jól van szabályozva. A tiltás a szerencsejátékkal kapcsolatos semmilyen problémát nem old meg. A Célpont birtokába került információk szerint a 90-es évek leszámolásai miatt letartóztatott Portik Tamás 2010 előtt nem csak a titkosszolgálatok és a rendőrség embere lehetett, hanem a legfelsőbb politikai körökkel is szoros kapcsolatot ápolt. A Portik Tamás üzleti értekeltségébe tartozó építési vállalkozók 10 milliókkal tartoznak alvállalkozóiknak, állítja a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége. A szervezet elnöke szerint van olyan tagvállalkozásuk, amely csaknem 50 millió forintot bukott azon, hogy nyílászárókat szállított egyik építkezésükhöz. Éliás Ádám hozzátette, hiába tettek feljelentést a rendőrségen, a nyomozást hamarosan lezárták. Szerinte a bank kifizette az építkezéshez adott hitelösszeget a fővállalkozóknak, akik elsikasztották a pénzt. A rendőrség kapásból elutasítja az egész dolgot, holott ennél egyértelműbb csalás, sikasztást el se lehet képzelni. Úgyhogy nagyon ajánlom azoknak a rendőrtiszteknek és ügyészeknek a figyelmébe ezt az esetet, akik most föltárják ezeket a rendőrségi korrupciókat, és több személy is érintve van ebben, akik úgymond vállalkozók, de hát ez a vállalkozásnak a megcsúfolása, hogy ezeket az embereket vállalkozóknak nevezik, hogy tárják föl. Kik utasították el? Miért utasították el?